Az idén fennállásának 60. évfordulóját ünneplő Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium életében ez volt az első tanév, ahol immár nem önkormányzati fenntartású iskolában végezték a nevelő-oktató munkát, hiszen tavaly szeptembertől az Egri Főegyház megye a gazdája a középfokú oktatási intézménynek. A gimnázium tanulói idén jobb tanulmányi eredményt értek el, mint a korábbi tanévekben, amelyhez nagy mértékben hozzájárult a pedagógusok kiváló felkészültsége. Az iskola vezetősége szerint az idei tanév eddig eltelt időszakában a diákok jobban teljesítettek, hiszen a 750 tanulóból 132-en kitűnő és jeles eredményt értek el. Ez a fél év a szokottnál talán jobban sikerült. Remélhetőleg ez annak is köszönhető, hogy egy más szellemiségben kezdtük meg a munkát. Közel 750 tanulóval végezzük a nevelőoktató munkát az intézményben. A 750 tanuló közül 132-en kitűnő és jeles eredményt produkáltak az első fél év során. Sajnos azonban a skála másik végén is szerepelnek számok és mutatók, ahogyan ez már lenni szokott. 67 tanuló teljesített eredménytelenül egy, két vagy több tantárgyból. Ez a szám természetesen a tanév során, a tanév végére majd javulni fog, hiszen ez a fél évi elégtelen osztályzat mindenképpen egy figyelmeztetés és egy motiváló tényező a diákjaink számára. A nyelvvizsgák tekintetében hogy állnak a tanulók, illetve ugye most már lehet olyanokat is hallani, hogy akinek nincs nyelvvizsgája, az nehezebben fog, illetve nem fog tudni a felsőoktatásba belépni. Ez a hír valóban igaz, és ez talán motiválja majd a tanulóinkat arra, hogy mindenképpen próbálkozzanak meg a nyelvvizsga sikeres teljesítésével, hiszen néhány éven belül jogszabályban megfogalmazott kötelező jelleggel csak az kerülhet be a felsőoktatási intézménybe, akinek középfokú C-típusú nyelvvizsgája van. Ezért aztán nagy örömmel tölt el minket, hogy az idén is, az első fél év során már 82 tanulónk tett sikeres középfokú C-típusú, illetve felsőfokú nyelvvizsgát. Melyek azok a képzési formák, amelyek sikerágazatként szerepelnek a Bocska István Gimnáziumban? A következő tanév szeptemberében 5 osztályindítását tervezzük. Sikerágazatként könyveljük el az idegen nyelvi képzést, angol, német, latin és francia nyelveket oktatunk a gimnáziumban. Nagyon nagy az érdeklődés ezek iránt, a képzések iránt. Hozzátenném még, hogy különösen népszerű az iskolánkban az általános tantervű gimnáziumi képzés kiegészítve rendészeti ismeretekkel. Ebben a képzési formában minden tanév során 2 osztályt tudunk indítani, annyira sokan szeretnének idejönni hozzánk, hiszen ez az a képzési forma, ami felkészít a rendőrtiszti főiskolára, illetve a rendészeti szakközépiskolában folytatott tanulmányokra. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani azt is, hogy az első fél év folyamán 2 nyílt napot szerveztünk az iskolánkban. A decemberén közel 400 érdeklődő 8. osztályos vett részt, a januári nyílt napon pedig több mint 200 érdeklődő volt. Az új köznevelési törvény milyen változásokat hozott a pedagógusoknak az életében? Valóban nagyon fontos kérdés ez ebben a tanévben, hiszen valamennyiünk számára világos és ismert tény, hogy a pedagógus társadalom különösen nagy kihívás előtt áll az idén. Mindannyiunknak szüksége lesz arra, hogy a szakmaiságunkat, a pályán eltöltött éveinket és az itt végzett munkát valamilyen formában igazoljuk, hiszen a pedagógus életpályamodell bevezetésével egy úgynevezett portfóliót kell feltöltenünk egy online rendszerre, amelyben mindazokat a dokumentumokat összegyűjtjük és publikussá tesszük, amelyek a szakmai munkánkat igazolják. Ez nem kis feladat lesz a pedagógusok számára, de talán nagyon motiváló tényező lehet az, hogy különböző pedagógiai fokozatokba kerülhetünk, tehát a pedagógus 1 kategóriából pedagógus 2-be, illetve mestertanári fokozatba, sőt néhányan a városban és a kutatótanári fokozatra is érdemesek lehetnek. Azt hiszem, hogy ezt a munkát fontos, érdekes és érdemes lesz elvégezni, hiszen ezzel egy következő fizetési fokozatba is kerülhet a pedagógus. A 2013-2014-es tanév új volt a tanároknak és a diákoknak egyaránt, hiszen egy teljesen más szellemiségben kezdődött meg az oktató-nevelő munka gimnáziumukban. Az iskola vezetősége és pedagógusai különösen nagy hangsúlyt fektetnek a közismereti tantárgyak tanítása mellett a tanulók lelki és szellemi épülésére, melyhez hozzájárulnak a középiskolában megszerzett lelki napok és az év végén 4 kötelező szentmise.